Köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! Kérdésem, hogy megdolgozik-e a fizetésért ez a miniszterelnöki biztos, aki most is az egyik kormányzati felelőse a romák felzárkózásának, és aki korábban az országos roma önkormányzatot elnökölte. Az a miniszterelnöki biztos, aki 100 milliós pazarlásokkal valósít meg egy amúgy fontos felzárkózási programot, a Hida munkavilágába uniós projektről van szó, amely esetében abban is joggal kételkedhetünk, egyáltalán történik-e bármi érdemi munkavégzés a milliárdokért cserébe. Mennyire végzi el a munkáját az a miniszterelnöki biztos, aki tétlenül nézi, hogy roma integrációs programokban menetrendszerűen dobnak ki 10 meg 100 milliókat az ablakon luxus rendezvények lebonyolítására. Az út a szakmaválasztás programban 30 millió forintot, az 1000 roma nő képzése projektben pedig 10 millió forintot úgymond bulisztak el egy nap alatt a résztvevők, az egyéb extrém túlköltekezésekről nem is beszélve. Mennyire bízhatunk meg abban a miniszterelnöki biztosban, aki hagyta azt, hogy az országos roma önkormányzat szolnoki iskolájában szabálytalanságok és jogsértések tömkelege valósulhasson meg 2012 óta az intézmény valószínűsíthető bezárásához vezetve. A fenntartó elnöke ő maga volt korábban egészen 2014-es év végéig. Mi szükség van egy olyan miniszterelnöki biztosra, akinek a területén folyamatos visszaélések, 100 milliós pazarlások, korrupció gyanú bukkan fel? Nem a levegőben beszélünk, a különböző ügyekben nyomozóhatóság, ügyészség, kormányhivatal, de már maga a kormány is vizsgálódik. Egyáltalán miért az LMP-nek többek között Hadházi Ákosnak kell elvégezni a miniszterelnöki biztos úr munkáját? Mi kapunk ezért a feladatért 1 millió forintot havonta, vagy ő? Tisztelt miniszter úr, nem kellene végre Farkas Flóriánt azonnali hatállyal felmenteni, és soha többé semmilyen roma integrációs feladat közelébe engedni? Ez a kérdésem. Megadom a szót miniszter úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselő, először hagyj szögezzen le, hogy mielőtt a Jobbikkal konzultál ebben az ügyben, szeretnék önnek válaszolni. Tehát örülök, hogy ilyen népszerű ez a kérdés a Jobbikos frakcióban. Az a helyzet, hogy szerintem ez az a terület, ahol szerintem érdemes pontosan fogalmazni, és a populista felhangokat azokat kívül tartani. Ugyanis ön olyan dolgokat kever össze, amik nem tartoznak össze. Először is van ártatlanság vélelme, tehát várjuk meg a vizsgálatokat. Én magam, mert a képviselő személyesen is meggyőződhetett, fontosnak tartom, hogy minden olyan ügybe, ahol fölmerül a gyanúja annak, hogy szabálytalanságok, netán bűncselekmények történtek, maximális szigorral próbálok eljárni, de van a bizonyos vizsgálatoknak egy rendje, azoknak a végeredményét érdemes megvárni. És pontosan egy olyan programot hoz ide, ami egyébként az egyik legsikeresebb program, a foglalkoztatást tekintve, összekever egy másikkal, ahol egyébként valóban léptek fel olyan nehézségek, hogy mi sem láttuk, hogy a foglalkoztatásba be tudnak-e kapcsolódni valóságosan az emberek a szövetkezeti ügybe. A nő az esélyprogram, az az Európai Unión belül az egyik legsikeresebb program, és nem azért, mert Brüsszelben mondják így, hanem azért, mert ebből a programból több száz roma nőnek jutott komoly tanulás után munka. Önnek át tudom nyújtani azokat a statisztikákat, hogy hol helyezkedtek el azok, akik elvégezték ezeket a tanfolyamokat. Ebből a szempontból egy teljesen újdonság az, hogy nem csak képzéseket adunk fölöslegesen, hanem úgy adtuk a képzést, hogy előre tudtuk, hogy munkahelyet fognak találni ezek az emberek, ha sikeresen elvégzik ezt a programot. Tehát szeretném azt kérni öntől, hogy ha vélelmez, akkor közelebbről vizsgálja meg, hogy melyik programról beszél. A nő az esélyprogram, az biztos nem tartozik azok közé, a programok közé, amelyek feleslegesek lennének, vagy felesleges pazarló működést tennénk erre. A kérdésére, hogy elvégzi a miniszterelnöki biztos úr a munkáját, arra azt tudom válaszolni, hogy elvégzi a munkáját. Folyamatosan szakmai kapcsolatba válunk vele, és mindaz a munka, amit végez, arra szükség van a kormánynak. Nyilván ezért nevezte ki miniszterelnök úr, ezért kérte fel erre a feladatra. Köszönöm szépen. Képviselőt illeti meg a viszontválasz lehetősége. Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszter úr. 1000 nő roma képzése projektről beszéltem, és itt egy olyan elemet emeltem ki, ami a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében egyetlen egy napon, egyetlen egy fogadáson 10 millió forintot költöttek el. Erre az egy részére hívtam föl, tehát az 1000 roma nő képzése projektről beszélek. Annak kapcsán pedig, hogy az ártatlanság vélelmével hogy állunk,
ahogy mondtam, többféle vizsgálat van, ezt önök nálam sokkal jobban tudják. A legutóbb, amit itt van a kezemben, a Magyar Államkincstár vaskos vizsgálati jelentéséből egy idézet, amely kimondja, hogy fiktív tanulók után is igénybe vették a támogatást, a szolnoki iskola ügyéről van szó. Az igénylés és az elszámolás során figyelembe vették azokat a nem tanköteles tanulókat, akinek a tanuló jogviszonya fél évkor megszűnt, vagy a tanuló jogviszony megszűnését jogszabály alapján meg kellett volna állapítani. Tehát ez egy idézet. Azt gondolom, hogy számos olyan dolog van már, amiben egyre inkább bizonyossá válik az, hogy itt problémák vannak, és ezek, azt hiányoljuk, hogy maga Farkas Flórián nincs, bár most jelenleg itt van, de nem áll a nyilvánosság elé ezeket tisztázni. Megadom a szót miniszter úrnak, viszont válaszol. Egyébként tehát olyan szinten azért ismerhetné a házszabályt, hogyha ön kérdez valamit a miniszterelnöktől, akkor elég nehéz arra Farkas Flóriának válaszolni, mert nem ő a miniszterelnök. A miniszterelnököt csak egy miniszter helyettesíteti, tehát az, hogy jelen van a képviselő, az azt jelzi, hogy nincs takargatni valója, hanem áll adott esetben az önök kérdései. Még akkor is, hogyha nem is minősítem a dolgot. Tehát amit ön mond, az a példa, az pontosan azt bizonyítja, hogy az állami szervek végzik a munkájukat, hiszen ilyen típusú hiányosságok sajnos nem csak ennek az iskolának az esetében, hanem más köznevelési intézményen is előfordultak, nem csak tavaly, hanem tavaly előtt is, meg 10 évvel ezelőtt is. Azért van a Magyar Államkincstár, és még számos területén az életnek, hogy föltárja ezeket a hiányosságokat, és orvosolja, és hogy ezt megtette, az jelzi, hogy azokat a szükséges ellenőrzéseket, amik a mi dolgunk, azok elvégezzük, és a hibákat is rendbe tesszük. A miniszterelnöki biztos úrnak a feladata és a teljesítménye az egy más területen van, most nem ő az országos romai önkormányzatnak a vezetője, hanem az a dolga, hogy mind a miniszterelnököt, mind a kormányt azokkal a tanácsokkal, amik a következő időszakban legalább olyan fontosak, mint eddig voltak, szolgálja, és ezt egyébként ő magas színvonalon meg is teszi. Köszönöm szépen!